A Pannon TV híradóját látják, köszöntöm Önöket, ma június 7-e, Róbert névnapja van. 122 éve megszületett Bonca Berta, Ady Endre felesége, 206 évvel ezelőtt Bécsben megszületett Dréher Antal, osztrák nagyiparos sörgyártó cég alapító. Most pedig lássuk a legfontosabb történéseket először csak röviden. Alexander Vučić kormányalakító ma tárgyal a parlamenti pártok képviselőivel. Kemény munka vár a képviselőházra, ígéri az új házelnök. Robbantottak Isztambulban, 11-en haltak meg. Az Európai Unióról tartottak előadást a magyar kanizsai diákoknak. A kormányalakítással megbízott Alexander Vučić délután 2 órától fogadja a parlamenti pártok elnökeit, képviselőit. A megbeszélések témája a kormányalakítás és az abban vállalt esetleges együttműködés. Egyes pártok már előre jelezték, nem tesznek eleget a meghívásnak a lényeges ideológiai különbségek miatt. Szerbia kormánya június 16-áig megalakul. Legalábbis így nyilatkozott korábban Alexander Vučić. A kormányalakítással megbízottnak azonban a köztársasági parlamentbe bejutott pártok vezetőivel egy sor konzultációt kell megejtenie, mivel az április 24-i választásokon a szerb haladó párt és a köréje csoportosuló politikai erők meggyőző, több mint 48%-os többséget szereztek meg, viszont ez nem elég, hogy a haladók egyedül alkossák a parlamenti többséget és egyedül alakítsanak kormányt. Vučić szerint az egyeztetések fő témája, egyben az új kormány alapelve is, Szerbia fejlődése és előrelépése a jövőben. A kormányalakítással megbízott Vučić 14 órakor az Ivica Dačić által vezetett szerbiai szocialista párttal egyeztetett. Dačić, aki az elmúlt mandátumban a külügyminiszteri posztot látta el a kormányban, már az elmúlt hetekben is úgy nyilatkozott, hogy pártja nyitott a tárgyalásokra, és az ország vezetésének továbbra is meghatározó szereplője kíván lenni. Znači, evo on je svedok, da nismo pomenuli uopšte pitanje kadrova, resora, niti bilo čega druga, razgovaramo o tome hoćemo li zajedno raditi u narednom periodu. Mislim da je za Srbiju to dobro i najbolje. A szocialisták után 15 órakor Vojislav Šešelj érkezett a megbeszéléseknek otthont adó képviselőházba. A szerb radikális párt elnöke úgy nyilatkozott, hogy Vučićban kevésbé csalódott, mint Tomislav Nikolić köztársasági elnökben. Ennek ellenére a haladók iránt táplált nyílt ellenszenve miatt felettébb valószínűtlen, hogy bármilyen együttműködés kialakulhat a két párt között. Ezt Šešelj szócsatái, amelyekben élesen bírálta a haladókat a parlament első két napján, csak megerősítik. Ja sam odmah na početku razgovora saopštio mandataru Vučiću da smo mi spremni na saradnju i na koalicioni sporazum ako on i njegova vlada napuste politiku učlanjivanja Srbije u Evropsku uniju i preorijentišu se na integraciju sa Rusijom. Délután folytatódnak a kormányalakítási konzultációk, 16 órától Saša Radulović az Elég volt mozgalom képviseletében ül tárgyalóasztalhoz Vučićjal. Ezután 17 órától a Liberális Demokrata Párt, Szociáldemokrata Liga, Szociáldemokrata Párt szövetsége kerül sorra. 18 órától a Dvéri mozgalom tehet kísérletet a kormányba jutással. Ezen pártok beállítottsága különböző, annyi azonban közös, hogy nem sok esély mutatkozik az együtt működésre a haladókkal. Meni je jako žao što se premijer ponaša na ovakav način, meni je jako žao što koristi ovakav rečnik, meni je jako žao što nije u stanju da sasluša drugu stranu, koliko god se ne slagao sa onim što govore. A Demokrata Párt és a Szerbiai Demokrata Párt már korábban jelezte, hogy nem tartja szükségesnek a kormányalakítóval történő egyeztetést, mivel szemléletük Szerbia jövőjéről szöges ellentétben áll. A korábbi bejelentések szerint Alexander Vučić a kisebbségi pártokkal és azok kormányzati szerepéről szerdán tárgyal. Tomislav Nikolić államfő június 2-án bízta meg Vučićot kormányalakítással, mivel indoklása szerint a jelölt rendelkezik a szükséges szakmai és személyes kvalitásokkal, amelyek elvárandók egy kormányfőtől.
A kormányzó hatalom és az ellenzék elnöke is szeretne lenni Maja Gojkovics. A köztársasági parlament régi új házelnöke ígéretet tett arra, hogy egyenlő bánásmódban részesíti a politikusokat, cserébe pedig az alkotmány tiszteletben tartását kéri. A politikust két napig tartó heves viták után választották meg. Így ünnepelték Maja Gojkovics házelnöki választását a képviselők. Molim predsjednicu Narodne skupštine da preuzme predsjedavanje sednici Narodne skupštine. És így kérte fel Dragojub Mićunović korelnök a házelnöki szék elfoglalására. Két napig tartó vita után hétfő este 9 óra után választották meg a képviselők a köztársasági parlament házelnökét. A haladópárti Maja Gojkovićra nyilvánosan szavaztak a képviselők. Božović Balša protiv, Bojanić Zoran. A 250 fős törvényhozás 159 politikusa voksolt rá. Zahvaljujem pre svega poslaničkoj grupi Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje, zatim svima onima koji su potpisali inicijativu, odnosno predlog za moju kandidaturu za predsjednika parlamenta Republike Srbije u ovom sazivu. Iskreno se zahvaljujem i svim poslanicima, svim poslaničkim grupama koje su glasale za mene i obećavam zaista da ću u narednom periodu, naravno, da ću u narednom periodu opravdati vaše poverenje koje ste mi dali ovog puta. Maja Gojković kiemelte, a parlament képét nem egy embernek kell alkotnia, hanem az összes képviselőnek, így az új házelnök együttműködésre és becsületes munkára kérte fel a képviselőket. Moje veliko obećanje je onima koji su vladajući većini buduće i onima koji će ostati u opoziciji da ću biti predsjednik jednak prema svakome. U onoj meri u kojoj se budu pozitivno i negativno izjašnjavalo o predloženim zakonima, a neću imati razumevanja za pokušaje da se od ovog parlamenta napravi nešto drugo osim onoga što piše u Ustavu i u našim pozitivnim propisima. Az előző megbeszélésekkel ellentétben a 7 alelnök helyett 6-ot választottak. Az elég volt mozgalom ugyanis az eredeti megállapodást végül nem támogatta. Végül Veroljub Arsic, Vladimir Marinković, Konstantin Arsenovic, Gyorgye Milicevic, Vjerica Radet és Gordana Csomić kapta az alelnöki posztot. A parlament főtitkára Svetislava Bulajić lett. Komoly munka vár a köztársasági parlament képviselőire, nyáron sem lesz idejük pihenni, mondta Maja Gojkovics a szerbiai RTV műsorában. Az, hogy a sok feladat közül mi élvez elsőbséget, a kormányfőtől függ, emelte ki a köztársasági parlament régi új elnöke. A politikus elmondta, az összes szerbiai embert képviselik. Mislim da ćemo imati izuzetno mnogo posla. Čućemo od mandatara koji su ciljevi vlade Republike Srbije u narednom periodu. Parlament Republike Srbije ima tri funkcije. Jedna je svakako zakonodavna, ali i kontrolna funkcija kao i predstavnička. I u tom smislu imat ćemo zaista mnogo posla, ali vladajuća većina će biti posvećena svim zadacima, jer ono što nikada ne smemo da zaboravimo, to je da mi predstavljamo građane Srbije i da svako naše glasanje za ili protiv u stvari utiče na život svakog građanina ove države. Csütörtökön érkezik Belgrádba a Nemzetközi Valuta Alap küldöttsége, a vizsgálódás középpontjában a közszféra és a közvállalatok reformja átszervezése áll majd, jelentette be James Rowe, az IMF delegációjának vezetője. Az ország makrogazdasági és a pénzügyi helyzetét is átvilágítják. A Nemzetközi Valuta Alap 2015. februárjában hagyta jóvá az 1,2 milliárd eurós készenléti hitelkeretet Szerbia számára, a feltételek teljesülését ellenőrzik. Eddig 3 revízió volt, a mostani a 4., még a választások előtt kezdődött és most folytatódik. Az IMF küldöttség 2 hétig lesz Belgrádban.
Egyszerűbb lesz holnaptól az ügyintézés Szerbiában. A lakosok többé nem lesznek kötelesek kikérni a hivatalos nyilvántartásokból a dokumentumokat, például az anyakönyvi kivonatot vagy az állampolgársági viszonylatot. Ezt az illetékes hivatal helyettük végzi el egy egységes adatbázis segítségével. Vagyis többet nem halljuk majd, hogy hiányzik egy papírunk. Szerbiában minden önkormányzat köteles alkalmazni a közigazgatási eljárásról szóló törvénymódosítást. A polgárok kiadásai is csökkennek ezáltal. Például, ha valaki házasságkötés után megváltoztatja vezetéknevét, akkor az eddigi mintegy 10,5 ezer helyett csak 7 ezer dinárt fizet majd. Pokolgépes támadást követtek el egy autóval Isztambul belvárosában. Ma reggel a készenléti rendőrség egyik járműve mellett 12-en meghaltak, több mint 30-an megsérültek. A hatóságok 4 embert vettek őrizetbe. A célpont egy rendőrségi busz volt. A detonáció a közismert Fedett bazártól mintegy 1 kilométerre egy metróállomás közelében következett be, a város szállodákkal teli kerületében. A közelben lévő üzleteket és autókat megrongálta a nagy erejű robbanás, az épületeket kiürítették, a környéket lezárta a rendőrség. Egy egyetemi épületben is komoly károk keletkeztek, a mennyezet több helyen leszakadt, az ablakok pedig betörtek. A tanítás átmenetileg szünetel. A helyszínre több mentőautót is vezényeltek. A hivatalos közlések szerint 12-en haltak meg, 7 rendőr és 5 civil. A sebesültek száma 30 felett van. A legutóbbi hivatalos tájékoztatás szerint a merénylet áldozatai kivétel nélkül török állampolgárok. Recep Tayyip Erdogan török államfő meglátogatta a kórházba szállított sebesülteket. A merényletet megbocsáthatatlannak minősítette. A sajtónak adott nyilatkozatában kijelentette, az ítéletnapig folytatjuk a terrorizmus elleni küzdelmet. Támadásra bárhol, bármikor sor kerülhet. Fel kell rá készülnünk, és meg is teszünk minden óvintézkedést, hogy a minimálisra szorítsuk a fenyegetést, tette hozzá. 4 embert vettek őrizetbe a hatóságok a reggeli merénylettel kapcsolatban, jelentette a török állami hírügynökség. Az elfogott embereket a török hatóságok annak az autónak a bérlésével hozzák összefüggésbe, amelybe a robbanó szerkezetet rejtették. Időközben az is bebizonyosodott, hogy a pokolgépet az elkövetők távirányítóval hozták működésbe. A támadást egyelőre egyik terrorista csoport sem vállalta magára. A török sajtó szerint a merénylet a törökországi kurd kisebbség autonómiájáért fegyveres felkelést folytató szakadár kurdisztáni munkáspártra val, mivel más terrorszervezetekkel ellentétben ők támadásaikkal nem kifejezetten turistákat, hanem a török biztonsági erőket, így a rendőrség tagjait veszik célba. Az Anadolu hírügynökség jelentése szerint lövéseket is lehetett hallani a robbanást követően. Isztambulban az utóbbi fél év során ez már az 5. bombamerénylet. Legutóbb május 12-én történt hasonló eset az ázsiai oldal külvárosi részén, akkor 8-an sebesültek meg. Módosította az alaptörvényt kedden a Magyarországgyűlés, kiegészítve a különleges jogrendre vonatkozó szabályozást a terrorveszélyhelyzet kategóriájával. Az új alaptörvény cikk szerint az országgyűlés a kormány kezdeményezésére terrortámadás veszélye vagy terrortámadás esetén meghatározott időre terrorveszélyhelyzetet hirdet ki, amihez a jelenlévő országgyűlési képviselő 2/3-ának szavazata szükséges. Terrorveszélyhelyzet idején a kormány egyes törvények alkalmazását felfüggeszteti törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívül intézkedéseket hozhat. A kormány azonban már a terrorveszélyhelyzet kihirdetésének kezdeményezése után bevezethet rendkívüli lépéseket. Egyre erőszakosabbak a migránsok, Bakondi György szerint. A magyar miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 hírcsatornán elmondta, az elmúlt hetekben számos incidens történt. Kiskunhalason és Békéscsabán például többnapos tiltakozást tartottak a menekültek. Egy héttel ezelőtt pedig az egyik afgán migráns egy másik társa füléből kiharapott egy darabot. Bakondi kiemelte, hogy a jogszabályokat semmibe vevő migráns csoportok ellen határozottan fognak fellépni, a törvények ugyanis mindenkire vonatkoznak. Magyarországon egyébként nyílt és zárt befogadó központok is vannak. Horvátországban bizalmatlansági indítványt nyújt be a miniszterelnök Tihomir Orešković ellen a vezető kormánypárt, a Horvát Demokratikus Közösség, jelentette be ma Tomislav Karamarko miniszterelnök helyettes, a HDZ elnöke. Karamarko a lépés egyik okaként a kormány működésképtelenségét jelölte meg. Másrészt szerint nem kielégítő a viszony a két kormányzó párt és a miniszterelnök között. Horvátországnak egységre van szüksége, nincs ideje és türelme ahhoz, ami most folyik, hangsúlyozta. Tihomir Orešković, horvát kormányfő egyébként múlt
pénteken lemondásra szólította fel mindkét helyettesét. Karamarko a kérést azonnal elutasította, és kijelentette, hogy Oreskovics nem élvezi többé a HDZ bizalmát. Hillary Clinton megszerezte a szükséges számú támogatót ahhoz, hogy az amerikai demokrata párt elnökjelöltje lehessen, jelentette hétfőn az AP hírügynökség. A volt amerikai külügyminiszter ezzel begyűjtötte azt a 2383 delegátusi támogatást, amely minimálisan szükséges ahhoz, hogy a demokraták nyári konvencióján megtegyék őt az Egyesült Államok első női elnökjelöltjévé. A demokraták júliusban Philadelphiában tartják konvenciójukat, ahol hivatalosan eldől majd, hogy a párt kit jelöl a november 8-án esedékes elnökválasztáson a republikánusok valószínű elnökjelöltjével, Donald Trump-al szemben. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Végen László legújabb kötetét mutatták be hétfőn Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban. A magyar labdarúgó válogatott elindult a franciaországi Európa-bajnokságra. Meleg, nyárias idő lesz az elkövetkező napokban Vajdaságban. A híradó után, ahogyan azt már meg hétköznapokon megszokhatták, következő hírháttér műsorunk a közügyek. Vadlövő Gabriella szerkesztő műsorvezető már a stúdióban van. Szervusz Gabi, milyen témákkal várjátok a nézőket? Szervusz Viktor, köszöntöm a nézőket. A mai műsorunk elején megnézzük, hogy mennyi állatot kell tartani ahhoz, illetve az állattenyésztők mennyi állatot kell, hogy tartsanak ahhoz, hogy ebből meg is éljenek. Megnézzük, hogy milyen támogatásokra számíthatnak a tenyésztők. Utána azzal foglalkozunk, hogy ki az, aki lőfegyvert tarthat Szerbiában, mikor és mire használhatja. Ezt annak kapcsán tesszük, hogy Szabadka külvárosában nemrég lőfegyverrel lelőttek egy kutyát. Megalakultak a képviselőházak, a köztársasági a tartományi és az önkormányzati képviselőházak, mi pedig azzal foglalkozunk ma, hogy mik is a képviselők feladatai, jogai, kötelezettségei. A műsorunk végén pedig megmutatjuk, hogy milyen diákmunkák vannak Újvidéken, és hogy mennyit kereshetnek az egyetemisták. Nézzenek minket! Köszönjük szépen! A következő iskolai évtől kötelező tantárgyát tennék az informatikát a szerbiai általános iskolákban. Az Oktatási Minisztérium szerint ezzel korszerűbbé válhatna jelenleg még választható tantárgy. Pedagógusok egy része ezt nem tartja jó ötletnek, míg mások szerint ezzel semmilyen változást nem érnének el. A minisztérium szerint ez azt is jelenteni, hogy a diákok a technológia használat alapjaival is megismerkednének, és teljesen új módszerrel tanulnák a programozást. Az új tantárgyak bevezetéséről a Nemzeti Oktatási Tanács június 7-én hoz döntést. Az Európai Unióról tartottak rendhagyó nyílt iskolai órát ma délelőtt Magyarkanizsa főterén. A polgármester helyettes és a Tiszamenti Információs Fejlesztési Központ, azaz az ICR szakmunkatársa az unió működésével igyekezte megismertetni a 7. osztályos tanulókat. Az eseményre az Európai Díj Európai Diploma fokozatának elnyerése apropóján került sor, amelyet Magyarkanizsa Szerbiában egyedüli önkormányzatként tavaly kapott meg az Európa Tanácstól. A szintén díjazott magyarországi Ajka után Magyarkanizsára is elhozták a díj leírását tartalmazó pannókat, amelyekről megismerhették a kapott díjat és részben magát az uniót is. Kicsit beleláttunk az Európai Unió működésébe, itt a drága úri emberek betekintést nyújtottak mind az Európa, mind a kanizsai kormányzat működésébe. A diákok többségének az euróról a szabad utazás lehetősége jut eszébe. Hát a határon szabadon közlekedhetünk, tehát nem kell útlevéllel menni. Vigi László, az ICR szakmunkatársa a mai EU előnyeiről szól. Próbáltam azt megragadni, hogy ők 13-14 évesen most 2016-ban miért szerencsések, hogy miért jó, hogy a mai Európában élünk, és nem a 99-ben a bombázások ideje alatt, vagy a 2000-es évek fordulóján élünk Szerbiában, Európában, mert akkor lényegesen tovább kellett kopogtatni a nagykövetségek ajtajain, hogy átnézhessünk egy kicsit a szebb Európába.
Az európai elismerést tavaly személyesen Huszár Ervin polgármester helyettes vette át Strasbourgban, mégpedig azokért a kapcsolatokért, amelyeket Magyar Kanizsa 10, közöttük 9 uniós testvérvárosával kiépített. A kapcsolatfenntartás részben protokoláris, részben sporttevékenységet fed le, de úgy szintén lefedi az oktatást és a szociális tevékenységeket is. Ezek a kapcsolatok nagyon fontosak, hiszen ilyen kapcsolatokon keresztül lehetőségünk nyílik egy közös pályázatokon való részvételre, így európai uniós forrásokhoz tud jutni községünk. A 13-14 éves diákokat elsősorban az érdekelte, mikor válik Szerbia az EU teljes jogú tagjává, és milyen előnyök származnak ebből. A pontos válaszra természetesen még várniuk kell. Az Óbecsei Szever Gyurkitja általános iskola azon ritka szerbiai iskolák közé tartozik, ahol nem csak van, de több tanteremben használják is az interaktív táblát. Az új digitális tananyag nagyon népszerű a gyerekek körében, akik aktívan és kreatív módon vesznek részt a multimédiás oktatásban. Valósághű látogatás Nikola Tesla laboratóriumában, földfelszín alatti vizek szinte test közelben, és a fotoszintézis sejtszintű megjelenítése. Mindaz, ami eddig csak a diákok képzeletében létezhetett, a 3D-s iskolatáblával valósággá vált az Óbecsei Szever Gyurkitja általános iskola diákjai számára. Az interaktív eszközökkel érdekes és hasznos feladatokat oldhatnak meg a gyerekek. Én nekem ezen a táblán az a ceruza tetszik, amivel lehet ráírkálni. Amikor először kimentünk és játszottunk a táblán, az érdekes volt, mivel logikai játék is volt benne, és el kellett jutni a számoknál 12-ig. És több más érdekes dolgot is látunk rajta. Szerbiában mindössze az iskolák 3%-ában van interaktív tábla, de szakmai támogatás hiány ezeknek csupán a 20%-át használják az oktatásban. Emelte ki Dusan Bursagy, a Vizia Plus munkatársa. Bez takve opreme, nažalost, ostajemo na zelenoj tabli i kredi, dok su đaci sa tabletima i smart telefonima u džepovima. Mislim da treba da ih stignemo. Az interaktív módszer a pedagógus dolgát is megkönnyíti. Papír helyett a számítógép és az interaktív rendszer segítségével vetíti ki a látványos tananyagot a táblára. Potrebics Tőzsér Gabriella tanítónő legutóbb például a török hódoltság korába kalauzolta el a gyerekeket. Na, elsétáltunk az Egri várba, ahol ők irányították, hogy jaj, nézzük meg a templomot, menjünk, nézzük meg, mi van a piacon, hogy állnak a házak, és közben mind a mellett, hogy sétáltunk ebben a várban, szólt a harangszó, a déli harangszó, vagy pedig megtudták, és akkor van természetesen kérdések is mellé, ahol például ilyen kérdés volt, hogy miért van két várfal, miért van magasított helyen a vár, és ha ő föláll a várfalára, akkor látja erre a választ. A tanterem multimédiás eszközének a beszerzését a Magyar Nemzeti Tanács és a Zsivoin Misics vállalkozás ösztönző civil szervezet támogatta. Végen László legújabb kötetét a Desiree egyik állomásaként mutatták be hétfőn Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban. A kötet vajdasági bemutatóján a könyvből Mészáros Gábor olvasott fel részleteket, az íróval pedig Virág Zoltán irodalomtörténész beszélgetett. A balkáni szépség, vagy Slemél fattyúja című könyv kisebbségi családregény. Végen László hősei kisebbségben élő hétköznapi emberek, egy eltűnni látszó világ jellegzetes figurái. A regény egy idős mesteremberről szól, aki az osztrák-magyar monarchia összeomlása után bevárja a szerbeket, kiszolgálja előbb őket, majd a Horthy Miklós katonáit, utána pedig a partizánokat. Akármi is történt körülötte, hősiesen kitartott azért, hogy megőrizze a műhelyét. Ott a tolószékben ülve meséli történetét önmagának és unokájának, aki a cselekmény végén felgyújtja a családi házat. Végen László azt mondta, hogy ez a történet az emlékezet visszahódítása, egyfajta identitáskeresés. Nagyon korszerű európai problémához értünk, az identitásnak egy globális válságához. Tehát ma az emberek ingadoznak, nem tudják, hogy mennyire lehetnek európérek, mennyire nem, mennyire lehetnek nemzetiek, mennyire nem, mennyire hogyan lehetnek helyiek, lokálisak és mennyire globálisak. Urbán András rendezőként sok éve működik együtt Végen Lászlóval, eddig két szövegét rendezte színpadra. Egyébként is sokat beszélgetünk, hogyha tehetjük, tehát mondjuk számomra az az írók, illetve az az értelmiségi emberek egyike, akivel többek között legjobban szeretem megosztani a gondolataimat, vagy azokra
gondolatokra találok, amiket én is gondolok, vagy tovább tudok gondolni. Magányos remete volt. Senkivel sem barátkozott, azt mondják. Az unokája is dilis. Valaki letorkolta. Zabi gyerek. Egy szerb kommunista felcsinálta az öreg lányát. A balkáni szépsége vagy Slemil fattyúja sokak szerint Vége László gazdag életművének egyik legjobb darabja. A könyv Vajdaságban még nem, de Magyarországon már megvásárolható. Néhány napra fellélegeztetnek azok, akik nem kedvelik az áporokat. Csapadékmentes nyárias napok következnek, a szép időt azonban nem sokáig élvezhetjük. Jövő héttől heves zivatarok várhatóak térségünkben. Az előttünk álló napokban változóan felhős időben lesz részünk, csapadékra azonban nem kell számítanunk, legalábbis ezt állítják az időjósok. Szerdán és csütörtökön hosszabb napos időszakok lesznek, igazi nyárias idő, a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul majd. Pénteken ne felejtsük otthon az esernyőt, egy nap erejéig ugyanis záporokra, zivatarokra lehet számítani. A hőmérséklet a hétvégéhez közeledve egyre magasabb lesz. 27-28 fokot is mérhetünk, így akár strandolással is eltölthetjük a hét utolsó napjait. Használjuk is ki a jó időt, a jövő hét ugyanis rengeteg esőt tartogat. Heves zivatarokkal, dörgéssel, villámlással veszi kezdetét június 3. hete, és ez a hónap végéig így is maradhat. 30-án tér vissza a nyár, 30 fokos csúccsal és sok-sok napsütéssel búcsúzik tőlünk a június. Orvosmeteorológiai szempontból a napfény szerepe emelhető ki. Kedvező napok elé nézünk, a derült idő ugyanis jó hatással van a kedélyállapotunkra, és gyorsítja az anyagcserénket. A szakemberek szerint a légszennyezettség és a porkoncentráció alacsony lesz. Jövő héten fejfájást, keringési zavarokat tapasztalhatnak a frontra érzékenyek. A magyar labdarúgó válogatott elindult a franciaországi Európa-bajnokságra, a csapatot szállító chartergép ma 11 óra 40-kor szállt fel a budapesti Liszt Ferenc repülőtérről. A magyarok jövő kedden Bordóban, Ausztriával, 4 nappal később Marseille-ben Izlanddal, majd június 22-én Lyonban, Portugáliával találkoznak. Ben Stork, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya nem fogalmazott meg konkrét számszerű célt a magyar szövetség elnöksége előtt a pénteken kezdődő franciaországi Európa-bajnoksággal kapcsolatban. A német edző úgy véli, a cél egyértelműen az, hogy a magyar nemzeti csapat behozza esetleges lemaradását a versenytársakkal szemben, és a lehető legtöbbet kihozva magából jól teljesítsen a kontinens tornán. Elhangzott, hogy a válogatott Stork kezdeményezésére játszott 3 erős csapattal, köztük Németországgal a felkészülés időszakban, mert egy gyenge ellenféllel szembeni önbizalom növelő sikernek semmi értelme nem lett volna néhány nappal a magasabban jegyzett ellenfelekkel szembeni tétmeccsek előtt. Eddig tartott a híradó, legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Alekszandr Vučić kormányalakító ma tárgyal a parlamenti pártok képviselőivel. Kemény munka vár a képviselőházra, ígéri az új házelnök. Robbantottak Isztambulban, 11-en haltak meg. Az Európai Unióról tartottak előadást a magyar kanizsai diákoknak. Köszönjük figyelmüket, ha még több hírek kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra. Már is kezdődik a közügyek, majd 19 órától közelkében a Palicsi Orbán napi ünnepség. 7:30-kor szubjektív, amelyben beszélgetést láthatnak Szlobodán Csámprággal, a Szvetozár Márkovics gimnázium igazgatójával. 20 órakor híradó, majd a Forog a kamera című műsorunkat láthatják. A viszontlátásra!